Azt hiszem, mindannyian nagyon büszkék vagyunk arra, hogy 1999-ben, mikor igazgató úr útjára indította ezt a versenyt, akkor senki nem gondolta, hogy ez ilyen mérhetetlen népszerűségnek fog örvendeni, és olyan sokáig egyre nagyobb körben lesz sikeres, egyre több iskola, csapat és diák vállalja a megmérettetést. Ezekkel a gondolatokkal nyitotta meg a 23. dr. Sille István országos illemtani csapatverseny döntőjét a Győri Szakképzési Centrum főigazgatója. A versenyt a Pálffy Miklós Technikum indította útjára, melynek azóta is házigazdája. Összesen 196 csapat jelentkezett az ország különböző részeiről. Ez összesen 588 tanulót jelent. Úgy gondolom, hogy ez már jelentős tömegnek mondható, amit egy ilyen verseny meg tud mozgatni. A diákoknak tud adni, ugye az illemtan, ugye szokták mondani, hogy most már nagyon leegyszerűsödött a világunk, és hogy elfelejtjük ezeket a dolgokat, de mégis ennyi embert megmozgat egy illemtan verseny. Én úgy gondolom, hogy talán azért, mert mindenki érzi, hogy mind a mindennapi életbe, mint pedig később a munkája során az üzleti életbe, rengetegszer kerül olyan szituációba, amikor nem igazán tudja, hogy most akkor itt hogyan is kellene viselkedni, és úgy gondolom, hogy ennek a felismerése motiválja a tanulókat abban, hogy azért jó lenne ezen a területen is minél több ismeretre, illetve lehetőség szerint készségre is szert tenni. A verseny a csapatok kreatív bemutatójával kezdődött, melynek során a legjobb 10 az iskoláját, a megyét és a versenyzőit mutatta be. Az ország szinte minden pontjáról érkeztek fiatalok, megyénkből a bercsenyisek jutottak a döntőbe, a verseny pedig évről évre népszerűbb. Korunkra egy picit elhalóban volt, az a nagyon lazán viselkedünk idézőjelben elharapódzott, és igazából az üzleti élet, a nemzetközi élet, az interkulturális ismeretek nagyon fontosak, de az is nagyon fontos, hogy alapokban hogyan tudunk az üzleti életben, és hát a társadalomban, a családon belül is viselkedni. És ez a szó az nem is annyira jó, hogy viselkedni, mert valahogy ez egy kicsit rosszul hangzik, mert művinek hangzik, de igazából belőlünk jön, bennünk van, és ezt kifelé a kapcsolatainkba tudjuk ápolni. Korhű ruhákba, ezek a hölgyek pedig Munkácsy festményeinek főszereplőiként mutatták be magukat a zsűrinek. A diákok között volt több visszatérő versenyző is. Már tavaly egy országos Hungarikum versenyen is ezzel a Megyerikummal indultunk, és úgy gondoltuk, hogy ez annyira a szívünkhöz nőtt, hogy ezt vinnénk tovább. Te melyik festményt választottad, és miért ezt a szereplőt az összehasonlításban? Én a rőzsehordónőt választottam, és azért, mert arról híres ez a festmény, hogy ez Munkácsy legszínesebb festménye, és én magamat is egy elég színes személyiségnek gondolom, ezért kötődök hozzá. Az illemtan versenyen szerinted milyen esélyekkel indultok, mi a tervetek, hol szeretnétek végezni, illetve magáról az illemről, mint olyanról, mit gondolsz, hogyan tudjátok ezt beépíteni a mindennapokba? Én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sokat készültünk, és nagyon felkészültek vagyunk, illetve már van egy úgymond kis előnyünk, hogy már tavaly is jártunk itt, és nagyon szépen szerepeltünk. És hát magáról az illemről mi nagyon sokat tanulunk az iskolában is, hiszen mi turisztikások vagyunk, ez benne van az óránkban is, a kerettantervünkben is, úgyhogy úgy gondolom, hogy nagyon szorosan kötődünk hozzá. A zsűri elnöke szerint az életből vett példák nagyon hasznosak a diákok számára, ráadásul az elméleti és gyakorlati feladatok során egymástól is tanulhatnak a fiatalok.